Varga Norbert a faszobrokat láncfűrésszel faragó fiatalember volt a Maros gazdapolt vendége november 12-én. Első látásra is feltűnik, hogy bizony nem egyszerű famunka az, amit Norbi ezekkel az első pillantásra durva gépeknek tűnő eszközökkel csinál, bármennyire is meghökkentő a pécsi származású fiatalember felesége unszolására választott lakhelyükön a Velencei tónál alkotta meg első szobrát. A feleségem erőltetett, hogy csináljak valamit, látta ő már itt Pécs környékén a családnak csinált munkáimat, ebben találtam meg a fantáziát. Hozzáteszem, hogy a vésős fafaragást tartom a fafaragásnak. Hihetetlenül hangzik, de a láncfűrészes fafaragásnak nemzetközi szinten már több mint 50 évre visszatekintő múltja van. A műfaj igazi nagyágyai kanada-alaszkai erdőkkel gazdagon borított részén alkotnak. A különös alkotói módot Magyarországon Norbi honosította meg. Én 2,5 éve foglalkozok ezzel. Akkor még kevesebben voltunk Magyarországon, tehát nagyjából a két kezemmel meg tudom számolni, hogy ezt hányan üzzük úgy komolyabban. Norbi különleges munkáira a lakóhelyén hamar felfigyeltek, sőt a helyi önkormányzattól egy nem mindennapi, mindkét fél számára kedvező segítséget is kapott. A falu, ahol élek, az Pázmán, tehát Velencei tó mellett. A polgármester asszonyunkat bombáztam meg tulajdonképpen azzal, hogy van egy csomó beteg fa a faluba, hogy hadd faragjam meg őket. Mind gyakorlás, mind tapasztalatszerzés szempontjából. Igazából ennek a legnagyobb kultúrája külföldön az az, hogyha van egy veszélyes fa, ami mondjuk kivágásra ítélt, vagy mondjuk egy viharkáros fa, aminek csak ott marad egy fél méteres, méteres, két méteres darabja egy vihar után, azt igazából ott az ottani önkormányzatok megfaragtatják. Ezzel a különleges, óriási kéménnyel felszerelt fűrészsel pedig már a Fűrészmánia nevű internetes videócsatorna két megalkotója tartott bemutatót. Úgy indult ez az egész YouTube-ozás, hogy voltak olyan láncfűrészek, amikről nem találtunk semmiféle anyagot az interneten. És akkor hoppán rájöttünk, hogy nekünk van ilyen láncfűrészünk, akkor miért ne csinálunk róla videót? És így indult ez az egész. A srácok szintén nagy rajongói annak a gyártónak, akinek a termékei mostantól már a Bonyhádi Maros gazdaboltban is megvásárolhatóak. Teljesen széles a spektrum, tehát a hobbi kategóriától egészen a professzionális felhasználású termékekig, ez mind igaz tehát fűrészmániaként a láncfűrészek esetén beszélhetünk erről, de amúgy igaz ez a fűkasszák és egyéb kerti gépek esetén. Egy olasz gyártó, egy tradicionális gyártó, annak ellenére, hogy Magyarországon nem túl sokan ismerik, most kell szerintem így felnyílni az emberek szeme, hogy létezik ez a márka is. Egy olasz gyártó, 1972 óta gyárt láncfűrészeket a mai napig. Az otthoni és a hobbi félprofi kategóriában sokkal jelentősebben jelen van. Az olasz mentalitást azt mindenki ismeri. Az olaszok dinamikusak, az olaszok szenvedélyesek, az olaszok szeretik az életet élvezni, és ezekben a gépekben, magában a dizájnban, a teljesítményben ez mind érződik. És a felhasználók, akik vásároltak már ilyen terméket, ők mind-mind azért járnak vissza olajomakot vásárolni, mert tudják, hogy az előd, amit megvettek, az bevált gép, és megbízható, szervizelhető, és hosszú távra van tervezve. A Maros gazdabolt vezetői és munkatársai hosszú ideje nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy igazán partnereiként tekintsenek a hozzájuk betérőkre és a tőlük vásárlókra. Mint mondják, nekik ez az igazi erősségük. Szeretnénk az embereket megérinteni avval a lehetőséggel, hogy kéz közelből, saját szemükkel, kezükkel, esetleg fülükkel tapasztalják meg azt, hogy mit lehet egy-egy gépből, technikából kihozni, bemutatni, amit meg akarnak esetleg vásárolni, használni szeretnének otthon. Lássák, hogy mit tud, ne otthon derüljön ki, hogy hát nem is erre gondoltam a valóságban. Jöjjenek el, nézzék meg, döntsék el, igen, ez tetszik, szeretném elvinni, kipróbálni, esetleg és utána otthon használni. A családi vállalkozás nem csak a nevében fordít nagy gondot, a közvetlen, bensőséges, mondhatni igazán ügyfélközpontú, jól átgondolt üzletpolitikára. Szeretnénk és igyekszünk is megteremteni azt a hangulatot, azt a környezetet, ami ezt a bizalmat táplálhatja. Valóban sok időt fordítunk arra, hogy amit kínálunk az üzletben, abból legyünk fölkészültek, olyan termékpalettát választunk, amihez mi magunk is fölérünk.